Ezt át fogod meg kiüteni. Gyere! Nagyjából szerintem 20 éve nem voltam ezen a teniszpályán legalább. Annak ellenére, hogy én itt nőttem fel, és itt teniszeztem, és én innen mentem el, és innen datálódik nekem minden kapcsolatom magával a tenisszel, és magával a tenisz szeretetével, és az, hogy én edző lettem. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben hozzájárult az, hogy én itt lehettem, és olyan játékosokkal nőhettem fel, mint a régi nagy öregek, köztük Ervin, akinek ma az emlékére gyűjtünk itt össze, és őre emlékezünk, de ővel a kapcsolatban soha nem az emlékezés jut eszembe, hanem a vidámság, tehát hogy számomra itt ez egy ünnep inkább, hiszen én azt gondolom, hogy egy olyan személyiség, egy olyan egyénisége volt itt a gyöngyösi tenésznek, aki a vidámságával, a bohémságával, a viccelődésével, a különféle zrikálódásaival maga köré tudta építeni az embereket, a gyerekeket, a különféle korcsoportú és tudású játékosokat, és egy olyan közösséget tudott létrehozni, bárhol dolgozott is, legyen ez itt a teniszpálya, vagy a Váé, vagy az Ózon, ahol mindenhol nagy szeretettel emlékeztek rá, és a lehető legnagyobb tisztelet övezte őt. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogy amikor ezen a versenyen részt vesz, és itt lesz, és minden évben, ami valószínűleg így fog történni, az ő ünnepe lesz, amikor mi itt leszünk, akkor mindenki a örömmel gondolja rá, és az ő egyéniségére, arra a vidámságra, amit ő képviselt. Zárszóként annyit tudnék mondani, hogy azzal az óriási sebességgel, ugye ő nem messze lakott innen, amivel kisétált, ezzel a 300 métert mindjárt 15 perc alatt megtette, és a kapunk kívülről azt kiabálta, hogy fiúk, A-val kezdődik, matőrrel végződik, mi az? Amatőr, na azok vagytok ti, úgyhogy ezzel a szellemiséggel szeretném, hogyha emlékeznétek rá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és egy kettő mondatot, hogy igazi ember, igazi sportember volt edzőnk, aki sajnos most nincs közöttünk. Én köszönök mindenkinek a mai részvételt, azt külön köszönöm mindenkinek, hogy ma nem történt olyan dolog, hogy a vonal megmozdult, nem történt olyan dolog, hogy oda kellett menni, hogy összefeszett két csapat, mindenki tisztában volt, hogy az Ervinnek az emlékére történt, és ezt külön köszönöm mindenkinek. Amit még szeretnék, igen, most jön a csébén, reméljük, tovább fogják vinni ezt a szellemiséget. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, reggel mindenki, amikor feküdt az ágyában, nem gondolta, hogy ez a mai torna meg lesz rendezve. Én szeretném külön megköszönni, akik itt voltak és végigcsinálták azt a felét, hogy térden állva végighúzták a pályát, és most tudunk rajta játszani. Azt hiszem, ők is megérdemelnek egy tapsot, Norbi, Bezé és olyan tovább. Nagyon finom volt. Remélem, hogy jövőre ugyanilyen létszámmal fogunk itt találkozni. Jó egészséget és most jó játékot átadom a Norbinak. Egy fél gondolatot. Minden évben szeretnénk ezt a vándorserleget Levicki Ervin legrutinosabb egykori csapattársának átadni. Jelen versenyzői mezőnyben Pál Károly, Hettik György duó az elsőként, aki gyertek Varsik. Honnan jött az ötlet, hogy ti újraélesztettek a gyöngyösi tenisz életet, és pont ezen a helyen? Hát jó kérdés, de gyakorlatilag megvan a válasz, hogy én gyerekkoromban itt teniszeztem, és mindig szívügyem volt a gyöngyösi teniszsport, és nagy álom volt, hogy egyszer egy csapatot elindítunk, újra restartoljuk, mert az elmúlt 20 év azt lehet mondani, hogy kimaradt így a versenyzési szinten, gyermekutazás szintjén. Baráti körrel megvásároltuk a teniszpályát, a működtető céget, és gyakorlatilag fejlesztük lépésről lépésre, minél színvonalasabbra ezt az egyesületet. Honnan jött az ötlete a mai tornának? Ennek mi az apropója? Ennek egy szomorú apropója van, vagy egy korábbi kiváló csapat játékosunk, egy edző, egy gyöngyösi kimagasló képességű edző játékos, Revicki Ervin, aki tavaly esztendőben elhunyt, és ő neki az emlékére szeretnénk minden évben megemlékezni rá, születésnapja körül egy tornát tartani. Általában, amikor rendezünk egy versenyt, mindig nagy létszámmal szoktuk megtenni különböző kategóriákba, de azt lehet mondani, hogy a mai alkalom, ez egy, szinte egy rekord nevező létszám van, kb. 40 pár van, aki teniszel különböző kategóriákban. Neked ez mit jelent ez a pálya? Te is innen származol.
Miért? Igen, hát tulajdonképpen a többiekkel együtt itt nőttünk föl. Igazából én vagyok az, aki ténylegesen ezen a pályán a tulajdonostársak közül felnőtt. Ez volt az a hely, ahol a gyerekkoromat eltöltöttem, itt tanultam meg teniszezni. A tenisz szervesen a további életemben is jelen van. Budapesten élek, és ott teniszpályát, több teniszklubot is üzemeltetek. A motivációm, hogy ebbe is belevágtam, az, hogy itt nőttem fel, illetve ők azért is hívtak és vettek be ebbe a társulásba, mert én vagyok az, aki tenisszel foglalkozok a hétköznapokban is. Az összes többi részvevőnek van egy saját hivatása, vagy egy más munkája. Szívesen járok ide-haza, csapatbajnoki rendszerben részt veszünk. Nagyon sokat játszottam itt régen, és a jövőben is tervezem, hogy sűrűn hazalátogatok, ahogy idő engedi. Nyomon kísértem a területnek az alakulását, ez a városnak egy központi része, mindig is az volt, ez a belvárosban található ez a létesítmény. Úgy gondolom, hogy mindig is volt és lesz is létjogosultsága. Talán az előző üzemeltető vagy tulajdonos annyiban hibázott, hogy nem tartotta napra készen teniszileg ezt az egész létesítményt. Kiveszett innen a tenisz, ezt szeretnénk visszahozni. És hogyha ez visszakerül ide, akkor úgy gondolom, hogy maga a létesítmény is el fogja tudni tartani saját magát. Mind az amatőrök, és akkor a verseny kategóriai felé is el tudunk mozdulni. De mint számos létesítménynek úgy gondolom, hogy egy alapbázis az amatőr és a szabadidősport tevékenység, a versenysport pedig ebből fog tudni kialakulni. Mennyi idő alatt mennyi gyerek jött össze? Gyakorlatilag a télen elindultunk már, és az iskolákba kimentünk. Gyakorlatilag minden alsótagos osztályban benn voltunk, és csináltunk egy teniszórát. És ezekből a gyerekekből válogattuk ki, illetve akik jelentkeztek nekünk tovább a csoportos oktatásra. Ez úgy történt, hogy május elején indultunk vele, és most 60 gyereknél tartunk, és szeretnénk ezt továbbfejleszteni. Még több gyerek, van igény, rá jönnek, lassanban pályánk nem lesz annyi, amennyi gyerek lesz. Ugyanakkor jövőre szeretnénk eljutni addig, hogy ezek közül a gyerekek közül a tehetségesebbek még több edzésen, és gyakorlatilag bekapcsolódnának a versenyszerű teniszbe. Mi az, ami megakadályoztiteket a fejlődésbe? Pillanatnyilag gondolom a téli igen. problémák. Gyakorlatilag az, hogy mivel itt nem volt előtte előzménye, ennek kinti pálya volt csak, ezért a téli teniszoktatás nem megoldott. Tornateremben megyünk be, nem olcsó dologba, nem jó teniszre, nem alkalmas oktatás kell csinálni, pályán kell oktatnunk a teniszt, úgyhogy biztos, hogy nagyon nagy segítséget jelenten az, hogy beadtunk egy pályázatot a teniszszövetségbe, hogy legyen egy komoly fedett teniszcsarnok Gyöngyösen. Hogyha erre, ez megvalósul, akkor úgy érem, hogy újra régi tenisz élet fog életre kelni Gyöngyösen.